és elment a nap. De rég volt már ilyen, hogy ilyennel kellett küzdenem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júniusi összegzésem lesz, és mint láthatjátok, kicsit más a háttér, ugyanis költöztünk. Viszont nem tudom, lehet nagyon visszhangos lesz a hang, ezt nem tudok már mit bepakolni ebbe a szobába, hogy jobb legyen. Nagyon nagy üres falfelület van, és tudom, hogy ezért visszhangzik, úgyhogy nagyon remélem, hogy annyira nem lesz borzasztó hangminőség a videóban, hogy kukáznom kelljen. Ja, ez volt a közérdekű közlemény, úgyhogy most megpróbálunk így videózni. Majd igyekszem keríteni dolgokat, hogy ne legyen ilyen borzalmasan visszhangos ez az egész szoba. No! Júniusban tök sok könyvet sikerült olvasnom, úgyhogy nagyon kis büszke voltam magamra. Ugyanis összesen 4 könyv plusz 2, nem, 3 könyv plusz 3 képregény igazából a vége a júniusomnak, úgyhogy nézzük is ezeket, hogy mik voltak. Az első kettő, ami nincs nálam itt most, hanem otthon vannak, ez az Újságos Lányok 5. és 6. része, mert végre megvettem a maradék 2 részt, és befejeztem a sorozatot. Az Újságos Lányok tipikusan az a sztori, hogy egyben kell látni, hogy így tényleg értelmet nyerjen, ami történik benne. Úgyhogy így az 5. meg 6. rész volt az a kettő, ami végre így összeszedte az összes szálat, és összehúzta őket egybe, hogy végre értse az ember, hogy mi történik, hol történik, és még nagyobb ilyen lett a végére. Gyakorlatilag visszakanyarodtunk oda, hogy hogyan jutnak haza a lányok, de ekközben nagyon sok mindent fel is fedeztek, és nagyon cuki volt a vége. De úgy érzem, hogy egyébként az Újságos Lányokhoz kéne az, hogy fogjam, és egyszer tényleg elejétől végig újraolvasom az egészet egyben, mert most így voltak ilyen elemek, amiket így vissza kellett néznem, hogy az melyik rész volt, honnan jöttek ezek a bizonyos szálak, most már nem igazán emlékeztem rájuk, úgyhogy még egyszer valamikor újra kellene olvasnom egyben az egészet. De ez volt így az Újságos Lányok, nekem nagyon tetszett egyébként, tehát én nagyon élveztem magát a történetet, ahogy kibontakozott, úgyhogy örülök, hogy ki tudta hozni végig a Cicero ezt a 6 részt belőle. Ezek után elolvastam Mairi McFarlane-től a Mad About You-t, a Megörülök érted című könyvet, ami a 21. század kiadónak volt a buktokos előfizetős dobozához, az előfizetés mellé volt az ajándék kötet. Erről van egyébként külön videóm, de most már azóta van fantasy boxuk, van kult boxuk, meg romantikus boxuk is. Amúgy tök jó, nekem tök tetszik ez az előfizetéses elképzelése, ahogy ők most csinálják, hogy inkább a könyvek vannak túlsúlyban, mint a kiegészítők. Nekem ez tökre bejön egyébként. Ettől a szerzőtől szemeztem már egy könyvvel, ami a Don't You Forget About Me, csak az még nem jelent meg magyarul. Mert hogy Emma azt mondta, hogy az jó, és akkor láttam, hogy oké, ez ugyanaz a szerző, romantikus, most már mondom, hogy romantikus könyvek hangulatban vagyok, úgyhogy ezt olvastam a következőnek. A kötet maga egy fotós nőt követ, aki hát benne van egy kapcsolatban, de hogy ő nem szeretne házasodni, és a párja, a jelenlegi, az a könyv elején lévő párja, ő az egész családja előtt kéri maga a kezét, és hát a családjával egyébként sincsen túl jóban Harriet, és hát úgy hirtelen nyomás alatt elfogadja, és aztán szakít a vőlegényével, mert hogy konkrétan így sarokba szorította ezzel, hogy mindenki előtt a szüleinek az évfordulóján, házasság évfordulóján kérte meg a kezét, most mégis mit mondhatott volna, és hát ezek után el kell költöznie a most már exétől, és beköltözik, ja Istenem, Kellhez, névmemórián. Beköltözik Kellnek a házába, és akkor így hát nem szobatársak, lakótársak lesznek. És mindeközben igazából így merülnek föl, nagyon ilyen titokzatosan van a fülszöveg megírva, hogy ilyen megvan, hogy miért menekül, stb. Szóval volt egy nagyon rossz kapcsolata a múltban, ami hát gyakorlatilag traumákkal hagyta a végén. És egy kicsit visszakanyarodunk ehhez a traumatikus kapcsolathoz, ennek a megoldásához, feloldásához, és mindeközben ugye nyilván
romantikus könyv beköltözött egy pasinak a házába és lakótársak, szóval sejthető, hogy ott alakul valami, de hogy Kelnek is van egy kis menekülés a múltból, ami a könyv során kiderül, de hogy ami itt igazából a könyvnek a fő fókusza az inkább az, hogy Henriet hogyan zárja le magában még ezt a régebbi kapcsolatát, és így nem is az, hogy áll bosszú, de egy igazságtétel van a végén, mert alapvetően nem a romantikus szára fókuszál ez a könyv, és valahol ez egyébként tetszett, hogy kicsit inkább ez a toxikus kapcsolat és a toxikus exel, hogy hogyan jött abból ki, és elment a nap. De rég volt már ilyen, hogy ilyennel kellett küzdenem. Úgyhogy ez volt a The About You, egyébként nekem nagyon tetszett, még így is, hogy a romantikus szál nem volt túl erőteljes benne, de hogy egyébként nagyon jó témákról szólt a könyv, úgyhogy ezek után mindenképp szeretnék majd még olvasni a szerzőtől. Aztán elolvastam Rusvai Mónikától a Kígyók országát, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ezt még Ágitól kaptam a Secret Santa csomagbontásra, és hát nem nagyon tudtam, miről szól ez a könyv. Tudtam, hogy van rajta egy ló. Ha átfókuszálna, ott van rajta egy ló. Meg szép. És ez egy fantasy kötet, ahol kicsit úgy érzem, az is ilyen, kicsit olyan szempontból nekem hasonlított az Ólom erdőre, hogy ugye itt is van egy erdő, amiben átkerülünk, meg a 3-7, meg 12 fejű sárkány téma, meg a fehér lófia van benne, szóval ez a népmesei vonal meg volt benne, és akkor emiatt ugye meg volt a hasonló vibe szerintem, mint az Ólom erdőben. És két síkon követjük a történetet, van Ida síkja, aki az első és második világháború között, második világháború alatti életét látjuk, illetve van Hanga, aki meg így a 2000-es évek közepe, 2009-2000 valamennyiben vagyunk. 2000-es évek, de hogy így 10 előtt, ha jól emlékszem az évszámokra. És mindkettőjüknek van ilyen kötés mágiája, vagy milyen ilyen mágiája. És Ida testvérét a második világháborúban besorozzák, és ő utána köt egy veszélyes alkut annak érdekében, hogy meg tudja menteni a testvérét, ami utána különböző bonyodalmakhoz vezet, illetve az ő így életét nézzük végig. Hanga pedig próbálja megérteni az ő mágiáját, ő pedig folyamatosan egy katonát lát így ebben az erdőben, ami áttűnik a mi világunk és a más világ között. És szép lassan ez a két szál így kezd összekapcsolódni a kötet folyamán. Nagyon érdekes volt, én nagyon-nagyon feltem, hogy ez a könyv nagyon depis lesz. Mert azért valljuk be, elolvasva a főszövegét, elég depisnek hangzik. És nem azt mondom, hogy ez volt a világ legboldogabb kötete, de alapvetően egy nagyon pozitív végkifejlete van, ami engem kifejezetten boldoggá tett, és nem akartam a kardomba dőlni az olvasások közben, de hogy van egy feszültség végig a kötetben, bár meg kell mondani, hogy szerintem ami a nem tudom, hogy nevezném-e csavarnak, mert szerintem szándékosan kitalálható, hogy mi a titok a két oldalon, hogy hogyan érnek össze a szálak, így időn és téren át a dolgok. Tehát nekem ez kifejezetten tetszett, hogy ez kitalálható volt, de hogy érthető volt, hogy a többi szereplő miért nem találja ki, mert hogy ugye mi mindkét szempontot láttuk, nem csak a sajátját az adott szereplőnek. De nagyon tetszett ez a könyv. És igen, volt benne egy ló, akit nem tudnánk pozitív vagy negatív szereplőnek nevezni, de volt benne egy ló. Ilyen szempontból meglepett a kötet, mert tényleg rákészültem, hogy lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb a hangulatomnak, de nagyon-nagyon tetszett, ahogy meg volt írva, úgyhogy olvassatok Rusvai Mónikát és Kígyók országát. Nagyon jó volt. És mondom, tényleg megvan szerintem az Ólom erdő vibe-ja. Vagy hát ez a népvesei vonalos vibe inkább, úgy mondom. Mert nem olyan, mint az Ólom erdő azért, tehát csak ez egy ilyen kapcsolódási pont szerintem a kettő között, hogy ez is így a népmesei elemekkel dolgozik. Na, a következő, hogyha már valaki látta a könyvheti bookhaul videómat, akkor tudja, hogy ezt a könyvet megvettem. Ez nem más, mint Elie Hazelwoodtól a Bride. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam a könyvre, és mondtam, hogy nagyon vonzott valamiért, de ugye ez egy erotikus, vérfarkasos, vámpíros sztori, és nem értettem miért, azon kívül, hogy Elie Hazelwood és romantikus. Ez eddig az Elie Hazelwood könyvek közül a kedvencem. Lehet azért, mert fantasy, de nagyon tetszett, hogy Elie Hazelwood fantasy-t ír. Szerettem a másik két könyvét is, amit olvastam tőle, de ez
ez túlszárnyalta azokat. Nem tudnám pontosan megmondani, hogy miért, de hogy volt egy tök érdekes világépítése, hogy így a vámpír, ember, vérfarkas társadalmakat, ahogy összehozza, hogy a fő konfliktus képítette. Voltak benne szex jelenetek. Egészen különös technikai szex jelenetek, ami ha nem lenne a TikTok, valószínűleg traumatikus élményt hagytak volna bennem. De van a TikTok, úgyhogy tudtam, mire számítsak ezzel a csomózással kapcsolatban, amiről most már tudok. De túléltem, és ez a lényeg. Amúgy meg nagyon szerettem a könyvnek az összes többi részét. És amúgy majdnem egészen a végéig a szex jelenetek se voltak olyan durva. Ami így volt az elején inkább szex jelenet, az sokkal túlélhetőbb volt, mint mondjuk a vége felé, amikor jobban belementünk. Úgyhogy ez egészen meg is lepődtem, aztán így gondolkodtam, hogy na mi van, elihéző volt, most már nem ír olyan izés szex jeleneteket, és akkor utána voltam, igen, mondom, jó, oké, visszatértünk, de hogy amúgy az addig egész túlélhető volt a dolog számomra, ugyebár. Úgyhogy majdnem mondanám, hogy ezeken kívül, ugye a szokásos szex jelenetes problémáimon kívül más nem is volt a könyvben, mert amúgy nagyon elvesztem, kb. Egy nap alatt kiolvastam. Konkrétan elkezdtem egyik nap délután, és másnap délutánra befejeztem, úgyhogy nagyon-nagyon régen volt ilyen, úgyhogy tényleg amúgy nagyon imádtam. Ha egy dolog van, ami erotikus részeket félretéve sóhajtós volt, az megint az a pillanatnyi konfliktus a romantikus pár között, mert hogy így egyrészt kitalálható volt, nagyon könnyen, tehát hogy... De amikor... Jó, értem, hogy valahogy két szét kellett szedni őket, hogy el tudják a végén rabolni a csajt, de hogy Jesus Christ, az a konfliktus, annak annyira nem volt táptalaja, és annyira nem, tehát még Misery is mondta, hogy konkrétan tudja, hogy hazudik a csávó, és így, a csávó meg ilyen full lökött volt benne azon a ponton, és akkor még utána is, mikor ki lett mondva, hogy igen, ő a társam, ő a társad, még akkor is így ízelt, hogy biztos nem, és jó, essünk majd. Tehát, alig vártam, hogy jó, szerencsére ez a konfliktus rész nem tartott sokáig, de így alig vártam, hogy túlessünk rajta, mert annyira felesleges erőlködés volt. Tehát, hogy volt egy tök normális bonyodalom a könyvben, nem kellett vele még ez is. De túllendültünk rajta, csomóztak, és akkor mindenki happy. Szóval ez az egy problémám, és egyébként a másik két Elie Hazelwood könyvben is valamilyen nagyon triviális dolog volt ez a konfliktus, de hogy... Például itt ebben a könyvben legalább nem a romantikus szálon volt konfliktus. Szóval egy csomószor sokkal jobban szeretem én is, hogyha nem a főszereplők félre kommunikálnak, hanem valami más miatt van kommunikációs szakadás, vagy nem tudom, és akkor az a bonyodalom, nem kell még mellé ez a romant, vagy ez a, nem tudom, szexuális feszültség, vagy akármi, mert mi is tudjuk, mi lesz a vége, és tudjuk, hogy hülyeség, amit most éppen összekaptak, vagy nem kaptak össze, vagy nem tudom, indoknak használunk, jó? Tehát, hogy hú, ez az egy volt, azon kívül imádtam, mondom, és engem is meglepett, hogy mennyire. Na és ezek után az utolsó, meg amit kiolvastam a hónapban, az Brian Lee O'Malley-től volt a Repete, amiről meg annyit tudtam, hogy van benne egy varázsgomba. Ugye ez is egy képregény, és ez pedig arról szól, hogy Katie szeretne saját éttermet nyitni, mert ugye a mostani étterem, ahol ő szakácsként dolgozik, az nem az övé. És van egy ilyen házi szellem, aki ad neki egy gombát az egyik este, hogy megtalálja igazából azt a gombát, és akkor újra csinálhatja az adott napját, fel kell írni egy lapra, hogy mi az, amit rosszul csinált, és akkor másnapra megoldódik az egész, és akkor így gyakorlatilag olyan, mint aki lenne törölve, de hogy így nem konkrét időutazás, de hogy megváltoztatja az eseményeket. És hát aztán Katie erre így rákap, és talál még gombát, és mindent elkezdi, minden egyes este elkezdi megváltoztatni, hogy az előző napi eseményeket annak fényében, hogy szerintem mi az, ami jobb lenne. De hát ugye ez ilyen pillangó effektusos, tehát oké, hogy egy valamit megváltoztat, de az minden másra is hatással van. És minden több mindent változtat, annál nagyobb a káosz, amit teremt. És egy ilyen
egészen nagy, kaotikus vihart okoz gyakorlatilag. Ez egy tanuló lecke neki igazából, és erről szól a kötet. Amúgy nagyon-nagyon tetszett, nagyon ez is nagyon szerettem, meg szerintem tök érdekes volt, hogy ezt az egész témát bevezette, meg nagyon szép is. De ezt is mondtam már, azt hiszem, hogy a Scott Pilgrim képregényeket is nagyon szerettem, és ez is nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy a könyvhéten be tudtam húzni ezt a kötetet. Úgyhogy akkor ezeket a könyveket olvastam júniusban, úgy érzem, kicsit visszatértem, bár most a költözés miatt megint nem nagyon volt időm olvasni, de folyamatban van. És hogy akkor mostantól valószínűleg itt fogok így videózni, amikor itt vagyunk Pesten. Csak még valamit ezzel a hangzással kezdenem kell, mert hallom én is, hogy vízhangos, csak igazából majdnem bárhol máshol is még kicsit vízhangos minden, úgyhogy nem nagyon volt alternatív megoldásom. Úgyhogy remélem nem lett borzasztó a hangminőség. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be júniusban. Egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert már az azt jelenti, hogy 2 befejeztem a 11 könyvből, amit vettem könyvhéten, és már olvasom a 3-at közülük, úgyhogy haladok legalább a ledolgozásával azoknak, amiket vettem. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!